A városban helyi adót fizető és az ott lakókat foglalkoztató cégek vezetőit hívta meg Tolna polgármestere és alpolgármestere az első alkalommal megszervezett kerekasztal beszélgetésre. Tolnán az önkormányzat költségvetése tavaly közel 1,5 milliárd forint volt, ebből több mint 460 millió a városban működő cégek adójából folyt be. De nem csak ezért fontosak a helyi cégek az önkormányzatnak, hanem mert rengeteg Tolnán élő embernek adnak munkát. Az önkormányzatnál ezért igyekeznek olyan fejlesztéseket végezni a városban, amik még élhetőbbé teszik a települést. Tavaly évben nyertünk egy több mint 450 millió forintot új bölcsőde építésére. Ez is egy több százmilliós projekt. Jövőre, illetve ebben az évben még nem lesz meg a bölcsőde, mert ugye ez egy zöldmezős beruházás, és itt nyilván a tervezés, kivitelező kiválasztása, engedélyeztetése, ami egy hosszabb idő még előttünk áll, de én remélem, hogy minél előbb be tudjuk fejezni azt is. Az egyik legnagyobb foglalkoztató a Tolnatex BT. 290 alkalmazottjuknak 90%-a helyi vagy a környező településekről jár be Tolnára dolgozni. A cég vezetője azt mondja, Tolnán olyan gazdasági környezetet teremtett a helyi önkormányzat, amiben könnyen tudnak növekedni. Segítségnyújtásban, amiben csak tudnak, segítenek nekünk, hogy itt elsősorban különböző épületek építésével kapcsolatban, engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban van kapcsolatunk az önkormányzattal, és eddig minden támogatást megkaptunk az ő részükről. A vállalkozói kerekasztalból Tolnán hagyományt akarnak teremteni, mert mint mondták, így kötetlenebb formában tudnak arról egyeztetni, hogy milyen fejlesztéseket tervez az önkormányzat, és hogy azok mennyire illeszkednek a helyi cégek elképzeléseihez.